Nem szeretnék általánosítani, de rengetegen elkövetik ugyanazt a hibát. Nagyon pozitív dolog az, amikor valaki elhasal és azonnal újra kezd valamit, gyakorlatilag mikor már feláll, látszik a remény a szemében. Minden egészséges gondolkozású emberrel szerintem így van, az akadály csak egy olyan feladat, amit meg lehet oldani, és már is kinyílik egy új út, amin haladhatsz. A problémát abban látom, és az aktualitása is ez ennek a vlognak, hogy a visszatérő emberek, bár reményteliek, de ugyanazon az úton akarnak haladni, mint amelyen eddig bukdácsoltak. Valahogy a fókusz máshova helyezzük, és mindig arra virágítunk rá, hogy mit szeretnénk, és nem arra, hogy mit lehet és mit kell csinálni. Természetesen, amikor valamit szeretnéd csinálni, a lelkesítő ok az lesz, hogy az neked lesz jó, és tényleg ezt szeretnéd, erre vágysz. De sosem szabad azt nézni, hogy mik a lehetőségek. Tehát nem lekorlátozódsz egy dologra, ami lehetséges, hanem rengeteg lehetőség van, és ebben vannak olyanok, amelyek akár kilátástalanok, de mégis valamilyen alapját meg tudod találni, amire tudsz támaszkodni, tehát tudsz haladni. Nos, ha olyan dolgokra támaszkodsz, aminek egyáltalán nincsen semmilyen alapja, ettől még sikerülhet, hiszen jöhet egy olyan segítség, ami megadja ezeket az alapokat. De az ilyenre, ha pénzről van szó, nem szoktunk fogadni, már pedig az életünk az még drágább, mint a pénz, és mégis nagyon sokan rászánják az életüket, hogy lehetetlen dolgokat kergetnek. Bocsánat, javítok, nem lehetetlen dolgokat kergetnek, hanem valamit el szeretnének érni, és lehetetlen módon próbálják elérni. Amikor elbuknak, akkor nem azt látják, hogy rosszul csinálták, hanem azt látják, hogy valami hiányzott, és megpróbálják megszerezni azt a hiányzó dolgot, vagy elfelejteni, hogy az nem sikerült, és egy alvás után, egy nagy pihenés után, akár egy nagyon nagy pihenés után újra kezdik ugyanúgy a dolgokat. Erről már beszéltem egy régi vlogban, hogy miért van az, hogy mindig ugyanabba a szarba lépünk. Az ürülék esetében ez általában ritka az életünkben, mégis mindig megtesszük. Szóval nem egy ember jött vissza hozzám, és elmeséli azt, hogy mennyire lelkes, és újra kezdi a dolgokat építeni, és pont ugyanazokat a hibákat követi el, pont arra nem figyel, amire kell, és eddig kellett volna, és pont azt csinálja, amit nem szabadna csinálni, és eddig is azt csinálta. Hát elmondom még egyszer, és még ezerszer, mi az, amit tenni kell, amit teljesen triviális, teljesen logikus, csak éppen a bajban lévő vagy a lelkesedő embernek ez nem jut eszébe. Az én hozzáállásom az életemhez, hogy minden úgy volt jó, ahogy történt, még akkor is, hogyha alig értem túl, vagy nagyon fájt. Azért veszem ezt így, mert értékelem azokat a pillanatokat, amelyeket megéltem benne, és rengeteg értékes dolog van ott, amit esetleg akkor, vagy később se vettem észre, ezért most, jelen pillanatban, amikor összeomlás van, vagy újra tervezek, akkor előveszem ezeket az emlékeket, és újra próbálom megélni. Rengeteg új dolgot felfedezek, és kidobom azokat, amelyeket látom, hogy állandóan előkerülnek. Tudjátok, van az az eset, amikor költöztök, és bedobozoltok mindent, és az új háza berakjátok a garázsba, vagy bárhova, pincébe azt a dobozt, és nem veszed elő két évig, az azt jelenti, hogy ami benne van, az nem szükséges. Egyébként én sem mertem ilyen dobozt még kidobni láthatatlanul, mindig felbontottam, és utána egyébként kiürítettem, és egy vagy két dolgot előszedtem, és egyébként hiányzott, csak nem tudtam, hol volt. Nos, az emlékeimben pontosan ugyanilyen kincseket találok, azokban az eseményekben, amelyeket nagyon megszenvedtem, és végül is elvezettek oda, hogy nem sikerült valami, kiderül, hogy rengeteg érték van benne, és ezeket az értékeket össze kell szedni. De nem csak egy bukásból, hanem az összes többiből is, és ebből lesz annyiféle érték, amelyből egy teljesen új stratégia alapja létrejöhet. Alapja, nem maga a stratégia. Mert bármi is történt régen, biztos, hogy ma másképp kell csinálni. Minden megváltozott, és ezt fel kell fogni, hogy minden megváltozott. Ami régen működött, ma már nem működik, ettől függetlenül bizonyos képességek, értékek benned vannak, és ezeket használni kell. Nem szabad csüggedni, és nem szabad alulértékelned magadat, hanem igenis látnod kell, hogy mire vagy képes. Tehát, ha újra tervezem bármilyen folyamatomat, akkor azt fogom megnézni, hogy mi az, ami ma szükséges, mit lehet ma elérni, mit lehet tenni, és majd csak azután fogom elkanyarítani oda, ami nekem valóban a vágyam, valóban a célom, de először járom azt az utat, ami azonnal ad valamilyen kis sikerélményt. Mindenképpen felhasználom azokat a dolgokat, amelyek régen voltak, de mint elemeket, és nem mint egy teljes csomagot. Hogy egy kicsit konkrét legyek, csalódtam az egyik munkámban,
és nem élvezem azt, amilyen eredményeket hoz, vagy ahogy csinálom. Elkezdtem nézni azokat az anyagokat, amelyek akkor készültek, amikor élveztem ezeket a feladatokat, és hozták a sikereket, és találtam benne egy érzés, és ezt az érzést boncolgattam föl, hogy éppen akkor mit és hogyan csináltam. Tehát nem az a konklúzióm, hogy nem csinálom már azt a munkát soha többet, mert nem tudom élvezni, mert elbukott, hanem az, hogy megtalálom azokat a napokat, élményeket, amelyek sikerre vitték régen ezt az egészet, és ebből próbálok a mai nap aktualitásával építkezni. Hozzáteszek minden újat, amit most meg lehet csinálni, és képes vagyok felfogni, hogy ez csinálható. Együtt a régi és az új, kihagyva a köztes időszakot fog valamilyen eredményt hozni. Remélem. Még egy gondolatot hajrakjak ide a változáshoz, és lehet, hogy ezt majd később jobban ki fogom fejteni megint. Amikor az ember változik, akkor ne dobja ki azt, ami volt, és kezdjen egy teljesen más emberként, hanem transformálódjon. Az, ami volt, átalakul valami újjá, így elvész a régi, de átalakult és az értékeket átvisszük az újba, és így születik meg az új. Ez a transformáció. Ez akkor is igaz, amikor valami összeomlásból vagy bukásból próbálsz fölállni, és kezdesz valami teljesen újat, transformáld a régit, mert rengeteg kincs van a romok között.